Kedves testvéreim! Azt hiszem, mindannyian voltunk már lagziban, lakodalomban. Van, aki szeret járni, van, aki kevésbé. Abban azt hiszem, mindannyian megegyezhetünk, hogy egy lakodalomba szóló meghívás mindenképpen megtiszteltetés. Vajon azon el szoktunk-e gondolkodni, hogy a lakodalomban a másik ember miért is van ott? Lehet, hogy néha mi magunk is ilyen rossz májúak vagyunk, hogy ő is itt van, őt is meghívták. Na hát. Nos, a mai olvasmány és a mai evangélium azt az Istent állítja elénk, aki megbotránkoztatóan jó, mert hogy arra bizonyos lakomára, lakodalomba, lagziba, nem csak, hogy engem, minket, hanem kivétel nélkül mindenkit meghív. Ebben a történetben, amit most felolvastam, azonban van valami furcsaság, valami törés, valami, ami el van rejtve, és erre érdemes nagyon-nagyon odafigyelnünk. Először is ez a király, vagyis Isten, nem csak vár minket ebbe a bizonyos lakodalomba, az Isten országába, nem úgy vár, mintha egy ilyen ölbetetkező úr lenne, mint egy istenség, aki csak ott a trónon üldögél. Ő nem csak vár, hanem hív. Egészen konkrétan. Hív, mégpedig mindenkit. Kivétel nélkül mindenkit. Nála nincs kirekesztés, ő nem utál ki senkit abból a lakodalomból, nem állít perifériára senkit. Nála nincs roma kérdés, nála nincsenek kisebbségi jogok, nála nincsenek ilyen bőrszínű vagy olyan vallású emberek. Ő kivétel nélkül mindenkit meghív. Oda jöhetnek a gonoszok, oda jöhetnek a szélsőségesek, jöhetnek mindazok, akik más hogy gondolkodnak, vagy más beállítódásúak. Akkor, hogyha ítéletet alkotunk, akkor igazából ezzel kapcsolatban csak és kizárólag önmagunkról alkotunk ítéletet. Hogy mi szeretnénk kizárni onnan másokat. Mi nem akarjuk beengedni őket. Sőt, nem csak, hogy mindenkit hív ez a bizonyos Isten, hanem tesz is azért, hogy ezt a hívást meg is hallja az ember. Ez a bizonyos király, aki a példabeszédben szerepel, nem csak menyegzőt rendez, vagyis meghirdeti az Isten országát, hanem külön-külön szól is az embereknek. Külön mindenkit meghív. Mi talán úgy mondanánk, hogy külön-külön kérvényt be kellene nyújtani, hogy valaki elmenjen ebbe a lakodalomba. De a mi Istenünk annyira szereti, annyira személyesen szereti övéit, hogy egészen odáig elmegy, hogy személyesen meghív mindenkit. Ez a leghatékonyabb eszköz. Nem elégszik meg azzal, mintha mondjuk ma mi egy külön Facebook csoportot alkotnánk, és azzal meghívnánk az embereket. Nem elégszik meg azzal, hogy e-mailt küldünk mindenkinek. Nem elégszik meg azzal, mintha külön, személyesen a mobiltelefonunkon fölhívnánk valakit. Ő veszi a fáradtságot, és személyesen oda megy mindenkihez, és személyesen meghívja az embert. Szinte épp, hogy a vállára nem veszi őket, szinte épp, hogy el nem cipeli a saját nyakában a labziba az embert. Nem az ő, hanem az ember a mi magunk kényelmességéből nem működik a dolog. Ezt mi is tapasztaljuk saját bőrünkön. És mintha magunkra is ismernénk. És van egy harmadik dolog, amivel újabb és újabb esélyt ad, talán már a sokadikat is, a szolgák, mintha nem beszéltek volna világosan. Mintha ebben a kommunikációban valami hézag lépett volna föl. Mintha nem működött volna az internet vagy a wifi. Pedig a személyes meghívás mindig működik.
Egyszerűen a mi Istenünk ilyen. Ő ad még egy esélyt. Ő ad egy sokadik esélyt is. Ahogyan Pál apostol mondja egy alkalommal, ha mi hűtlenné válunk, ő hű marad, mert önmagát nem tagadhatja meg. És mi sokszor még ezt a sokadik esélyt is elszalasztjuk. Hányszor és hányszor kell megmutatnia az ő szeretetét, az ő hatalmát, hányszor és hányszor az ő jóságát, az ő jó indulatát. Mint ahogy az olvasmányban is hallottuk Izajás prófétától, hányszor leveszi azt a bizonyos fátyolt a mi szemünk elől, és hányszor, de hányszor letörli a mi könnyeinket. Mi pedig mindezek ellenére nagyon sokszor úgy reagálunk, mint ezek a meghívottak ott az evangéliumban. Egészen más reakciót látunk tehát. Mindenki a maga ügyes, bajos dolgát intézi. Mintha teljesen befelé fordulnának. Hirtelen mindenkinek fontosabbá válik a földje, vagy az üzlet, fontosabb, mint az ország, az Isten országa, amely köztünk van. Most más dolgom van, most nem érek rá, most el kell intéznem ezt, most el kell mennem a Tesco-ba, vagy a bármelyik más bevásárlóközpontba, most föl kell hívnom ezt vagy azt, most várnak rám itt vagy ott, most nem érek rá. Mintha éppen sokszor a lényegre nem figyelnénk, a köztünk itt és most megvalósulni akaró Isten országról, mintha arról feledkeznénk meg. És talán Isten kirekeszti azokat az országból, akik újra és újra próbálkoznak, de valahogy nem megy. Miért kell mindjárt haragra lobbannia, sőt, meg is ölni ezeket a szegény, szerencsétlen meghívottakat? De jól figyeljünk ezekre a mondatokra, amit hallottunk most az evangélistától. Isten azokat rekeszti ki, akik önmaguk sem akarnak, akik nem hoznak döntést az ország mellett. De hát annyi dolguk volt, annyi meg annyi feladat. Nem értek rá ők lakodalomba menni, nem értek rá a lagziban örvendezni, örülni. A termőföldi munka sok energiát emészt föl, és rengeteg időbefektetést igényel, és az üzlet is nagyon-nagyon kemény dolog, fogni kell a pénzt mindenhol, nem érnek ők rá erre. Ezzel ki egy döntést hoz. Saját magukat rekesztik ki, mert nem hallották meg, nem akarták meghallani ezt a hívó szót. A király tehát büntet, a mi Istenünk, ez a jó Isten, megbüntet minket? Semmiképpen sem. Isten annyira jó, hogy ő semmiféle rosszat nem akarhat. Végül is mi magunk hozzuk saját magunkat olyan helyzetbe, aminek meg lesz a következménye. A király három esélyt is adott. Micsoda előzékenység ez. Micsoda udvariasság, micsoda nyitottság. Micsoda megelőző szeretet. Mert hogy a mi Istenünk mindig előbb és előbb szeretett bennünket. Nem büntetés ez tehát, hanem igazságosság. Mert az ő jósága, az ő szeretete igazságos, és az ő igazságossága maga a jóság. Ez a kettő mindig együtt jár. Mi is járjunk napról napra ezen az úton.